Sziasztok! Itt vagyunk a Kocka el van vetve mai epizódjában, ahol a Patchwork játékot fogja nekünk bemutatni Paja. Sziasztok! Sziasztok! Én Anna vagyok. Én Broki is. Paja. Paja. Nem ha csak a pulcsi nem lenne árulkodó. Igen, nekünk nincs ilyen menő egyenruhánk. Majd lesz. Én már készültem. Szóval abból az apropóból választottunk téged arra, hogy lehetőleg mutasd be nekünk meg másoknak ezt a játékot, mert hát mégiscsak a ti gyermeketek. Hát nem is a mi gyermekünk közvetlenül, de mi fogadtuk örökbe Magyarországon. A Patchwork az ugye Uwe Rosenberg első gyermeke. Nem is első szülött, mert akkor valami mezőgazdasági játék lenne, de ez az egyik játék, amiben kitekintett a mezőgazdaságból, és egy... Nem sok van. Igen, nem sok van. Tehát szereti azt a témakat, bár Lehárban ugye... Ugye? Az is. Igen, az övé. Az volt az Agrikola után közvetlenül. Igen, az ott de azért a nyers anyagok tömege ott is kellően megvan. Itt ebben a játékban majd kevésbé lesz hangsúlyos, hogy milyen nyers anyagokat fogunk beszerezni. És rendkívül férfias lesz a téma. Mindenképpen ezért nagyon jó, hogy engem választottatok. Akkor szerintem nézzük is meg, hogy mi van a dobozban. Ugye ez a teljes magyar kiadás, teljesen megegyezik a német vagy az angol kiadással. Ennek a játéknak szerencsére nincsen több változata. Úgyhogy... Az nem betűz, hogy esetleg valami magyar cím kerüljön a Patchwork helyére? Fölmerül, de ez mindig egy olyan kérdésként merül föl, hogy mennyire magyar szó már a Patchwork, hiszen ha most abban nem is tudnék rá jó magyar szót találni egyébként, ami egy az egyben ezt mondja. Igen, tehát az a közösség is Patchworknek hívja, akik valójában fizikailag takarók és illetve egyik patchworkök készítésével, falvédők készítésével foglalkoznak. Ők is patchworknek hívják. Utána googlistunk sokat, és akkor azt a döntést hoztuk, hogy igazából ez egy olyan dolog, ahol annyira univerzális a név, hogy nem lehetne jól visszaadni magyarul. Lehetne erőltetettem, viszont ezt meg ugye nem akartuk. Viszont ugye a dobozra azért szép nagy magyar szöveget tettünk, biztos, ami biztos, hogy azért egyértelmű legyen, hogy ez a magyar kiadás és ez a magyar változat. Jó, nézzük szerintem, hogy mi van a dobozban. Ugye szokás szerint van egy nagy adag kinyomóív. Ezek fogják... Kedves kis szabály. Kedves szabály, igen, az majd fontos lesz később. Ráadásul ez egy elég jól sikerült szabály. Vannak játékos táblák, mind a kettőtök felé adok egyet-egyet. Yeah, lehetne egy a sötétebb? Kicsit férfiasabb legyen. Bocsánat, ez egy rossz volt. Okay. Én bedöltem neki. Jó, viszont ez azért érdekes, mert a pontozó táblánál viszont lehet forgatni, attól függ, hogy az ember mennyire a patchwork, illetve mennyire az átláthatóság irányába szeretne menni. De ugyanaz a két. A funkcióját tekintve ugyanaz, a grafikai kivitelezésben, ha jól emlékszem, ezt is Clemens Franz csinálta, kapott némi szabad kezet és megcsinálta. És illetve, ez született. És igen, ez született, illetve lesz majd mindenkinek lesz pontozója, hogy pontosan hol tart, illetve időjelzője, meg lesz egy kis jelző, ami azt jelzi, hogy melyik foltocskák lesznek elérhetők számunkra, illetve kapunk a játékban rengeteg foltot, ugye ezek a különböző típusú Tetris jellegű, az angol puzzle elemnek hívja, és mindig bajba vagyok a magyar fordításával, illetve lesznek majd gombjaink, amik meg a pont, meg a fizető eszköz jelölő. Szerintem nekünk itt Magyarországon a Tetris az sokkal inkább közelebb áll, mint kifejezés. Így van, de ha Tetris elemet mondunk, akkor az ugye az meg kicsit félreérthető, mert akkor meg mindenki minden zártabb alakzatot akar majd belőle létrehozni, illetve vannak pontjelölőink, ugye vannak az egyesek, meg ötös, tízesek. Ebből kapunk rengeteget, most szerintem nem fogjuk kinyomkodni az összeset, viszont azért a Tetris elemeket, azokat nézzük meg, mert azok szerintem hülyen tükrözik a patchworkezésnek az alap elvét, rengeteg fajta színű, formájú elemekből jönnek. Nem mindegyik különböző, nagyon kevés azonos van, ugye az egyes úgynevezett bőrfoltokból van több, ezek majd a táblának a meghatározott helyére fognak jönni. Uh-huh. Itt elmondhatjuk azt a jó trükköt, hogy ha nem akarsz véletlenül alkatrészeket kidobálni a játékodból, akkor miután kinyomtál egy ilyen ívet, akkor mindig jól nézd meg, hogy igen, mi maradt benne. Igen, már jártam úgy, hogy sikerült ezzel kidobnom egy féltársas játékot, úgyhogy azóta mindenképpen hasznos.
Aha, és tele vannak gombokkal, meg... Tele vannak gombokkal, meg különböző jelzőkkel, amiket mi mindjárt meg fogunk nézni, hogy hogyan is fogjuk őket felhasználni. A játék amúgy az előkészületeit tekintve roppant egyszerű. Minden játékos kap ugyanannyi gombot, meg az egy kis tábláját, és ezzel fogja elkezdeni a játékot. A setup az viszony, bocsánat, az előkészületek nagyon szépen le vannak írva, van egy remek ábránk, ami mutatja, hogy hogyan kell előkészíteni. Ez azt jelenti, hogy ezeket az elemeket egy körben kell elhelyezni. Egy bármilyen körben. Bármilyen körben, illetve bármilyen alakban, ami összezáródik, tehát ugye lehet elipszis és egyéb matematikusok számára precízebb megfogalmazás. A lényeg az lesz, hogy ez a fehér figura, majd szépen fog körbe haladni a tábla körül, és ezt ennek segítségével fogunk majd lébdelni. Tehát minden játékos kap 5 gombot, így az elején. Na, nekem már pont kiosztottam. Ez nem volt véletlen. Azért. Bocsánat. Mindjárt itt nyomkodok itt néhány pluszt. Igen. Na, ha ügyesen akarjátok nyomkodni, akkor ennél az ívnél oda lehet figyelni, hogy szépen, ha jó irányból nyomkodod, akkor nem fogja félbetépni a tokent. Ez ugye néha problémás jelent. Ritkán putok bele egyébként, szerintem olyanban, amikor véletlen felösszakad. Mondjuk azt mondanám, hogy amit az Altenburg gyárt, ott nincsen ilyen gond, mert ők tudnak kinyomó lapkát gyártani. Minél vékonyabb egy ilyen típusú kinyomó lapka, annál valószínűbb lesz az esélye, hogy rosszabb minőségű a jelző. Akkor ezek szerint a, hogy is mondjam, az előkészületek az mindig ilyen véletlenszerű, tehát hogy nincs két egyforma játék. Pontosan, a játék az minden alkalommal eltér, és mindig a kezdőt is azt határozza meg, hogy ez a bizonyos, ez a legkisebb elem, ez egyetlen kettes elem, aha, hol helyezkedik el a táblában, ez után fogunk lépdelni ezzel a figurával, az óramutató járásának megfelelően, viszont itt már kívül nem fogjuk nézni, hogy hogy haladunk körbe, tehát amikor már legközelebb ideérünk, akkor ez nem lesz egy jelző, hanem csak haladunk tovább, és megyünk körbe, körbe, körbe. Amíg el nem fogynak, vagy mi nem fogyunk el? Igazából nem az elemek fognak elfogyni, hanem a tapasztalat azt mutatja, hogy az időnk fogja elfogyni. A játékban kétfajta menedzsmenttel fogunk dolgozni, az egyik, az a gombok fogják jelezni, hogy éppen mennyi lehetőségünk van, milyen elemeket tudunk megvásárolni, másik pedig egy idő, ami UV-nál nem szokott annyira megjelenni, mint játékelem, viszont ebben remekül mutatja. Ez viszont kevés játékban van szerintem, ahol az idő, mint ilyen nyers anyagforrás jönne, és nem abban az értelemben, hogy igen, de nem real time. Valamit, hanem, Nem real time, hanem valóban, hanem valami tevékenységnek van idővonzata, azt lelépjük, és egész addig még a másik játékos ugyanannyi időnyi tevékenységet nem végzett, itt ugye folt bevarrásról van szó, addig ő akár többször tud akciózni. Ugye Neuland volt az első között, amelyiknél ez egy nagyon hangsúlyos szerepet öltött be, és annak nagyon komoly taktikai eleme is volt, hogy mikor mennyit lépek, mennyi időt költök el, úgymond, mennyi időt töltök el, és ugye talán mostanában, ami magyarul is megjelent a Village-ben, van egy nagyon, nagyon... Talán még a Red November, ami ennek egy... Igen, igen, ott valóban ott is. Lépések után mindig az következett, akinek éppen a legtöbb ideje volt, tehát... Ez ugyanez a mechanizmus van itt is. Tehát itt ez fogja jelezni, ahogy éppen mennyi időnk van hátra. A játék addig tart, még ezt az időt el nem töltöttük. Alapvetően időt két fél tevékenységre fogunk tölteni. Mindig, amikor az adott játékos, vagy az aktuális játékos sorra kerül, ő választhat az előtte lévő három foltocskából, hogy melyiket szeretné bevarni. Minden elemnek van két költsége, egy soron van egy gomb költsége, hogy mennyi gombot kell felhasználni ahhoz, hogy ezt be tudjuk varni az adott, adott takaróba, amit éppen készíteni szeretnénk, és mennyi idő ezt körbe varni. Alapvetően itt ugye az idők azok mennek a nulla idős is van valahol, nulla gombos van, bocsánat, akkor az egyidőstől mennek elég komoly látom, itt az ilyen időköltségeket is lehet látni. Hat tűnik így a legnagyobb. És alapvetően az fontos tudni az elején, hogy az idő és a gombköltség az nem áll feltétlen arányban azzal, hogy mekkora az az adott elem. Inkább azt szoktam nézni, hogy a bonyolultsággal adja, tehát például ezt a villám alakot, vagy ez a lóugrás alakot, ez egy viszonylag nehezebb mindig beilleszteni, főleg a játék elején még könnyebb, de később nehezebb lesz beilleszteni. Ezek olcsóbbak, és drágább azok válnak, amelyek inkább univerzálisabban felhasználhatóak, illetve majd egy másik kicsit később látható mechanizmus miatt, amelyiken több gomb látható, azok általában azért drágábbak.
De amikor sorra kerülünk, akkor a három elemből választunk egyet, kifizetjük a gombköltségét, szépen kifizetjük az időköltségét, itt lelépünk, itt ugye kettőt jelzik, ugye kettőt szépen lelépünk, és bárhová berakjuk. Fontos, hogy amíg kezünkben van, addig tetszőlegesen lehet forgatni. Hoppá, kapós az elem. Viszont onnantól, hogy leraktuk, és azt mondtuk, hogy ez így van, innentől fogva nem lehet átrendezni, tehát nem úgy van, mint egy takarónál, hogy az egészet mondjuk kicsit jobbra balra húztam, ami elemet leraktunk, az onnantól már. És akkor ezt nem is kell a szélén kezdeni. Lárva? Nem kell a szélén kezdeni, sőt, a későbbi elemeket nem kell egyértelműen rávarni a már meglévőre, hanem akár függetlenül is lehet építkezni, illetve bocsánat, varni. Másik lehetőségünk, amennyiben az előttünk lévő elemek túl drágák, mondjuk ebben az esetben Brokinak ugye, ha ezt az elemet akarja megvenni, akkor ki kell fizetni az összes gombját. Igen, ott nézem, hogy ott már az összes gombom. Illetve a későbbieket már meg se lehet venni, mert hitelezés nincs a játékban. Egy másik lehetőség... Vagy kölcsön néhány gombot. Igen. Amúgy lesz majd erre példa, egy picit mindjárt látni fogjuk. Akkor lehet azt választani, hogy elmegyünk bérvarni, és a bérvarrásért jövedelmet szerzünk annak, akihez elmegyünk bérvarni. Ebben az esetben annyit lépünk, hogy a másik játékos elé kerüljünk, és a megtett lépés számot megkapjuk gombok formájában, hiszen ez a fizetség, amit mi kapunk. A játék folyamán, hát most szerintem pakoljunk föl néhány elemet azért, hogy látszódjon, hogy hogyan halad. Fölkerülnek ezek az elemek, különböző fajta formát létrehozva a játékban. Ezek itt szépen haladnak, most egy apró trükkel, mondjuk előrébb jövünk ideig, egész addig itt meg vannak jelölve a táblán bizonyos helyek gombbal. Amikor ezeken áthaladunk, tehát mondjuk fizetni kell két időt, ezen áthaladunk, akkor nem csak azzal töltjük el az időnket, hogy megvarjuk azért a takarónkat, hanem el is visszük megmutatni a barátainknak, szponzorainknak, akik megnézik, és látván, hogy milyen csodálatos művet készítünk, megtámogatnak minket annyi gombbal, amennyi a takarón látható, tehát ezek gyakorlatilag ilyen jövedelmet fognak termelni, ebben az esetben ez egy jobban tervezett takaró, ez 5 gombot termelne, majd amikor később Broki itt átlép, akkor őnek csak 2 gombjövedelme lesz abból, hogy megmutatja a takaróját. Viszont volt ideje kis bérvarrásra, úgyhogy viszont... már gyűjtöd meg gombokat. Így van, ez mindig olyan, hogy ha olyanokat varrunk fel, amelyik több gombot tartalmaz, azok költségesebbek. Tehát itt azért lehet látni, hogy 3 gombban rajta 10-be kerül, tehát azért ezek nem véletlen vannak fölárazva, hiszen ahogy haladunk befelé, itt ezek egyre többször fognak termelni. Viszont ugye a játék vége felé már nem biztos, hogy érdemes ezeket kivenni, hiszen az a felár, amit azért fizetünk, hogy több gomb van rajta, azok már nem hozza vissza nem az fognak, árat. Így van, nem fogják visszatermelni az árukat. Ilyen szempontból 2 menedzsmentünk van, ugye a gombok meg az idő. A másik fontos rész a pályán, ahogy így haladunk időben előre, hogy aki először átlépi ezeket a bőrfoltokat, ezeket megkapja. Miért érdekesek ezek a bőrfoltok? Mert ezek az ezeket a táblán lévő helyekről lehet csak egyes elemet szerezni, tehát ha véletlen úgy alakítottuk ki, hogy kicsit hát nem igen. ügyesen, hogy kialakult egy lyuk, akkor ezekkel szépen be lehet foltozni. Ez fajta ilyen kis joker. Alapvetően jokerként funkcionál, és fontos, hogy amikor megszerezzük, akkor azonnal le is kell varni, tehát nem lehet az, hogy itt majd félre gyűjtögetem, és akkor majd, ha véletlen lyuk alakul ki, akkor használjuk. Ugye ennek megfelelően a később megszerzendő gombok, foltok, azok sokkal értékesebbek lesznek. Az időmenedzsmentről nem beszéltem az előbb, átugrottam ezt a nagyon fontos részét a játéknak. Még tegyük fel, kialakul, hogy Hanka kivette egy nagyon drága elemet, és ez is sokat előre haladt, és ezek után, tegyük fel, itt van, Broki jön, kiveszi ezt az elemet, ugye kifizeti érte az egy gombot, és lép 2 az idővel. Miután ő van még mindig hátul, ezért még egyszer ő jöhet sorra, egész addig még át nem halad Hankán. Tehát ha ott áll meg, ahol éppen én mindig bizonytalan vagyok. Tehát erre jó ez a szabály, mert ebbe itt van hirtelen benne. Szándékosan próbáltam ezt át. Nehogy előjöjjön is. Így van. Véletlenül sem te fordítottad a szabályt. Én fordítottam a szabályt, viszont annyi szabályt fordítottam szerencsére, hogy vannak ez ilyen apró nüansznyi dolgok, és mondjuk az elmúlt egy hétben nem játszottam ezzel a játékkal, hogy kezdenek össze. Csak az elmúlt egy hétben? Hát igen, nagyjából szerintem egy hete patchről köztünk, ez nálunk viszonylag gyakran előkerül. Kevés az a játék, ami fixen 2 személlyel jól játszható,
és le lehet játszani akár egy munkanap után is, hiszen nagyjából egy 20 perc, 15-20 perc alatt le lehet ezt játszani. Jó, így van, át kell lépnie. Tehát ha rálépsz a másikra, akkor még mindig az jön, aki fölül helyezkedik el. Na, akkor jól mondtam először, tehát a reflex az meg volt, csak a bizonytalanítottál. Kereszt kérdéseket tettünk fel. Igen, rengeteg ilyen apronyanszi dolog lehet, ami az ember nem feltétlen. Igen, de egyébként ez egy nagyon jól illusztrált szabálykönyv, tehát könnyen átlátható. Szerencsére a játék mélységét nem a szabályok bonyolultsága adja, tehát a játék szabályok azok tényleg nagyon röviden ismertethető. Hanem az, hogy mit veszünk ki, hogy veszünk ki. Hanem pontosan, tehát a kombinációs faktor az nagyon nagy, ugye rengeteg típusú forma ellen van, tehát a síkfedéses része a játéknak, hogy egy kicsit szakmai részét is elővegyük, az egy nagyon komoly matematikát is igényelhet a háttérben. Azonban ez nem az a játék, amiben el kell menni és előre tervezni X kört, hogy majd azt az elemet, meg azt az elemet veszem ki, hanem ez inkább az, ahol érzésre is nagyon jól lehet. Ugye a feladat az egyszerű, le kell fedni a takarót, ugye ez a cél, ezt talán nem mondtuk el az elején, hogy minél zártabb, minél egyben lévő takarót varjunk össze, és ez minden játékban más lesz, pontosan abból kifőlak, hogy másképp pakoljuk föl az elemeket, más sorrendben jönnek, de akár még ugyanazt a szetet, ha fölrakjuk, játékosok döntései is, ugye, hogy most egyet, kettőt vagy hármat lépek, ez nagy mértékben befolyásolja azt, hogy későbbiekben milyen kínálat lesz. És még a játék elején futunk bele mondjuk egy ilyen elembe, ez egy remek elem, hiszen egy nagyon nagy területet lefed, a játék közepe vége felé egy igen bonyolultá váló elem, hiszen kell egy pontosan ilyen formájú helyet kihagyni neki. Ezt előre tervezni viszonylag nehézkes. A játék addig tart, még mind a két játékos be nem lép ide a benti részre. Ha elfogy gyakorlatilag az időnk, amennyiben az utolsó varrásnál túlhaladnánk ezen, semmi baj nincsen, a maradék lépéspontot már nem lépjük le, viszont már nem jövünk sorra. Tehát mondjuk a végén nagyon jó legyen 5-6 időset, be lehet. Így van, be lehet zsákolni. Még subasztani. Viszont általában már az a tapasztalat, hogy a végén már nem az a kérdés, hogy melyikeket válasszuk, hanem hogy melyiket tudjuk oda betenni. Így van, így van. Amennyiben az egyik játékos beért, és a másik játékos még kint van, akkor ő egész szabadon garázdálkodhat, pont ugyanúgy, mint hogyha előtte állna. Egyetlen egy extra szabály van, hogy amikor amúgy már nincs olyan elem, amit ki tud venni, akkor bérvarni, nem elé kell lépni, hiszen már nincs előtte hely, hanem rá kell lépni, és minden egyes lelépett pontért kap gombot. Ezek után a játék végén megnézzük, hogy kinek mennyi gombja maradt, és az nyeri a játékot, aki több gombot gyűjtött a játék folyamán. Egy bónuszlapka van az egész játékban, amit azért nem olyan egyszerű megszerezni, mint aminek tűnik, hogy akinek először sikerül egy 7x7-es zárt takarót létrehozni, zárt alatt úgy értjük, hogy még ilyen egyes lyukak sincsenek benne, az megkapja ezt a 7 pontot érő bónuszlapkát, ezt nem lehet gombként felhasználni, tehát ezt nem lehet beváltani arra, hogy fizetőeszközként használod, viszont ez a játék végén bónuszpontot fog szerezni annak a játékosnak, aki először építette meg a takarót. Tehát tulajdonképpen nem az a fő cél, az csak a szép érzékünknek van, hogy minél tökéletesebb takarót építsünk, nyilván ezen a bónuszponton kívül, de amúgy azt számít, hogy minél több gombot gyűjtöttünk. Viszont egy fontos része, hogy amikor ugye kiértékeljük a takarókat, akkor az egy fontos kérdés, hogy mennyi szabad hely maradt, mert ugye, ugye a takaró az kisebb, akkor fázni fogunk alatta. Levonás jár az üres területekért. Tehát így fog összeállni az a pontunk, hogy mennyi gombot szereztünk a játék folyamán, mínusz az üres helyenként 2. Tehát akkor mégsem éri meg feltétlenül, hogy ekkorával befejezni, jó sok gombot gyűjtöttem, viszont kapok rengeteg mínusz pontot. Így van, pontosan. Azért a jellemzően a játék végére ilyen 80-90%-osan be lehet teríteni a pályát. A hosszú pályafutásom alatt talán egy vagy két olyan játékra emlékszem, amikor valakinek 100%-osan sikerült beteríteni a pályát. De az igencsak azt mondanám, hogy két játékos együttműködése szükséges. Nem veszem el azt, ami neked olyan tökéletesen illeszkedne. Mert ugye ezért nem csak azzal kell számolni, hogy mi jó nekem, hanem azzal is kell számolni, hogy a másiknak ne hagyjak ott olyan elemet, ami tökéletesen beilleszkedik, hiszen a játék célja, hogy azért én nyerjem meg. Ez legtöbbször így van. Ilyen egyszerű a kis játék. Igen, úgyhogy nagyon jó emellé este leülni ketten, egy fáradt munkanap után elővenni egy 15-20 percre, kikapcsolódni egy 15-20 kicsit. 15-20 perc tényleg annyi?
Tényleg, sőt, akár rövidebb belejátszható, hogyha a játékosok inkább érzésből játszanak, és nem gondolkoznak. Minden. Amikor ebből volt ugye Magyarországon verseny, a magyarországi versenyen 30 perc volt az időlimit, de a tapasztalat azt mutatta, hogy 20 perc alatt mindenki befejezte a meccseit. Pedig ők biztos gondolkoztak rajta rendesen. Bele tudtak férni ebbe az időbe. Hát ez nagyon izgalmas, reméljük, hogy a nézők közül is eljutnak páran legközelebb a versenyzői szintre. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy bemutatta ezt a játékot. Tökéletes játék kétfős pároknak bármikor, és ahogy láthattuk, az újrajátszásra se lehet panasz, tehát hogy nem az, hogy két vagy három játék után megunja az ember. Hát igazából a kiadás óta, vagy a kiadás előtt is, mert ugye ezt úgy választottuk ki a kiadásra, hogy kipróbáltuk, és szerelem lett, hogy na ez egy igazán olyan kétszemélyes, amivel egy bármilyen családot oda lehet, vagy illetve bármilyen két, még akár izgágább gyereket is oda lehet ültetni, hiszen folyamatosan, ahogy játszunk, alakul ki a pálya, látszik, hogy alkotunk, és csak az idő igénye miatt bármikor játszható egy napon, tehát ez egy ilyen kis gyors, kétszemélyes jó játék. Köszönjük szépen, és maradjatok velünk majd a következő videókra is. És ha tetszett a dolog, akkor lájkoljátok, meg osszátok meg, illetve iratkozzatok fel, hogy értesüljetek a legújabbakról. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük nektek, és sziasztok. Meg Kajának is, hogy bemutatta ezt.